ahogy az óvoda szeptemberben kezdődik. Sok szülő rémül, amikor a palántájuk kiesik. Kevésbé szerencsés családokban a kis csoport tele van 2 héttel 1 hét múlva. Azonban az enyhe betegségek, mint például a orfolyás, de köhögés, vitákat generál a szülői körökben. Akár a gyermeket el lehet vinni az oviba, szakember. Kis orr-orr-ru-orr, a kis köhögés gyakran illeszkedik. Mivel a téli szezonban kevés tökéletesen egészséges gyermek van 6-7 év alatti az őszi téli szezonban vírusos felső légúti szürkehályok, amelyek kumulatívak közösségben kisgyermekek körében, a rejtett időszakban is fertőzöttek, amikor gyermek egészségesnek tűnik, tehát elkerülhetetlen, hogy egymásnak betegséget adják, pont az óvoda kezdete óta 6-7 évesek voltak. A gyermek székes egyház, de nem kell attól tartania, tehát természetes, amíg az immunrendszert nem képzik. A legtöbb esetben felesleges immunológiai és allergiás keresést keresni okok a háttérben, és az idő múlásával jobb lesz. A hő és láz növekedése betegség meglehetősen egyértelmű jele. De milyen más tünetek azt jelezhetik, hogy bár gyermek rendben van, nem esett le, de szülőnek többé óvinek kell lennie. Ha egy gyermek sűrű szekréciót önt ki az orrából, akkor folyamatosan köhög, egyértelműen otthon, ezen kívül a fennmaradó otthon marad a magas fertőzés hajlam gyanúja, mint például kötőhártya gyulladás, bárányhimlő vagy gasztrointestinális fertőző betegségek. Enyhe formában, ezek közül a gyermek egyáltalán nem rossz. De ugyanakkor a közösség minden tagja rövid idő alatt megfertőzheti azt. A zűrzavaró szem egyértelmű jele a kötőhártya gyulladás, és a bőr tüneteit általában kísérik fertőző gyermekkori betegségek. Sárgás pörkölt csoportos sebek, kéziláb és szájú betegség, vagy akár atipikus megjelenés, vagy bárányhúsos színpad, hólyagsült kiütés. A rédett hányásnak és a híg székeknek is baljós tünetnek kell lenniük. Otthonnak kell lennie, megfigyelés és kezelés. Promóció, további autonómiát szerezzen ezen a területen. A felesleges tanúsítások gyártása óriási terhet jelent az alapellátásban, és időt vesz igénybe a tényleges gyógyulástól. A sok enyhe betegségek néhány nap alatt tökéletesen gyógyulnak tüneti szerekkel, napok láz esetében. De legtöbb közösségben papír továbbra is hiányzik. Ebben az esetben a szülő bejelentése kiállít. Ahogyan a gyermek állapotának megítélése. Úgy gondolom, több helyet kell hagyni szülőknek, hogy döntsenek szülőknek, hogy lehetővé tegyék egy gyermeknek közösségben való részvételét vagy az otthoni kezelést kezdje el betegségek, kóm, az mindennapi életünk élénkebbé tenni és csökkenteni. Megrendelések torlódását. A gyermekkori betegségek bőrtünetei a következő képek nem csak fertőző himlő bőrtüneteit mutatják, hanem azt is, hogy mi csecsemők, kozmosz és limbetegség közös bőr problémája is. Kakasszerű vörösség.